Sziasztok srácok! Visszatértünk a jó öreg elektromos roller és elektromos kerékpár tesztelő helyszínemre, kedvenc erdőmbe. Ma pedig itt van velünk a Kugokrin G3. Igen, ez még egy Kugokrin, ez még a nagy tavalyi névváltoztatásuk előtt készült, azóta lehet kapni, és ez az egyik legnépszerűbb elektromos rollere azóta a Kukirin brandnek, ugye már nevezzük őket Kukirinnek. Első körbe azt szeretném elmondani, hogy ez az eddigi legfaszább, legjobb, legkirályabb roller, ami nálam volt. Leírásban, rögzített kommentben, záróképernyő elemben, illetve kártyában fogtok találni linket a rollerhez, meg tudjátok nézni a Kukirinnek az oldalán, hogy pontosan mennyibe kerül. Fogtok kapni egy Hollywood 50 nevezetű kuponkódot, ha ezt beírjátok, akkor le fog jönni 50 euró a vételárból, és így tudjátok 739 euróért megvenni, mi most nagyjából 283 ezer forint. Ingyen lesz a szállítás, GLS hozza néhány napon belül Lengyelországból, nincsen rá se vám, se áfa, se semmilyen illeték. Miért kurva jó a roller? Egy az, hogy ez is tud menni 50 km per órával, egészen pontosan 53-mal mentem vele itt, ezen a hosszú egyenesen. Gyorsabban tudtam vele menni, mint az előzővel, annak ellenére, hogy olcsóbb, viszont könnyebb maga a roller, ez csak 25 kg. A hatótávja is nem 80 km, csak 70. Itt meghozták a kompromisszumot, egy kisebb a hatótáv, könnyebb, de ezáltal ugyanolyan 1200 wattos motorral sokkal dinamikusabban tud menni, és előbb el tudjuk vele érni a végsebességet. Elől-hátul tárcsafék. Amint látjátok, ez is ilyen lengőkaros megoldás. Nagyon jó a csillapítása. Fel lehet ugye fújni a gumikat, nem tömör gumi van. A teherbírása 120 kg, IP54-es por és vízpermet állósága van, úgyhogy egy esőbe tudjátok használni, illetve mivel offroad a roller, és ezt is meg fogom mutatni, így ki tudjátok vinni poros környezetbe is. Az akkumulátorunk 52 voltos, 18 amperórás, mellékelt töltővel nagyjából 10 óra alatt fel tudjuk tölteni, és ekkor ugye elérhető a 70 km-es hatótáv. Három sebességi módunk van, meg fogom mutatni, hogy tudtok váltogatni közöttük, 25, 35, illetve a top speed. Nézzük meg a kormányt, meg itt a kezelőszerveket, van egy nagyon aranyos kis csengőnk. Ezeket szeretem a legjobban, nem egy idióta duda, egy sima csengő, és nem kell hozzá elektromosság. Bekapcsoló gomb hosszan megnyom, bekapcsolódik a roller, van egy gyönyörű szép kijelzőnk, mutatja az akkumulátor töltöttségét, van egy kilométer számlálunk, jelenleg 9 km van benne, látjuk, hogy mennyivel megyünk, milyen sebességű módban vagyunk, és van még egy sor gombunk, ez mind érintős gomb. Lámpát nagyon sokféleképpen tudunk kapcsolni, lényeg, hogy elő van egy ilyen dupla ledes lámpánk, ami iszonyat jól világít sötétben, hátul van ugye egy menetfényünk, illetve hogyha fékezünk, akkor ez villog is. A negyedik mód az annyival egészíti ki ezt az egészet, hogy itt valahol van egy fehér led, egy elég gyenge fehér led, és ennek a csíknak kellene világítani. A vak sötétben ez tök szépen néz ki, de városban én ezt annyira nem láttam még sötétben működni. Talán tudunk menni a módra, itt váltunk a sebességi módok között röviden, és ez dupla gombnyomással a bekapcsoló gombbal is tudjuk váltogatni. A módot, hogyha hosszan megnyomjuk, akkor be tudjuk kapcsolni a tempomatot, majd kikapcsolni. Szetet, hogyha röviden nyomkodjuk, akkor mérföld és kilométer között tudunk váltogatni. Hosszan megnyomva pedig jelenleg kikapcsoltam az éró startot, ami azt jelenti, hogy ugye így nem működik a rollerünk, viszont ha hosszan megnyomom, akkor így is fog működni, megnyomom a gázt, és azonnal elindul. Kormányon, hogyha röviden nyomkodjuk a bekapcsoló gombot, akkor a lámpának a módjai között tudunk váltogatni. Rengeteg funkciója van a rollernek, össze lehet csukni, van kicsomagolós videóm, ezt a titkos menüt bemutatom, illetve az összes funkcióját a kijelzőnek, a lámpák, hogy világít, milyen sötétben, ezt mindet meg tudjátok nézni a másik csatornámon. Jobb felül találtok hozzá kártyát, záróképernyőben lesz link a leleplező videómhoz, amiben lelepleztem a másik csatornámat, nézzétek meg. Rengeteg anyag van még erről a rollerről, egyéb szerelés, autó, motor, stb. Úgyhogy meg tudjátok nézni, és ha tetszik az a tartalom, akkor iratkozzatok fel. Úgy érzem, nagy vonalakban elmondtam mindent, hogy megnézzük, hogy hogy megy. Ja, másik csatornámon találtok top speed videót is hozzá, gyorsulás, sebességi módok váltogatása, illetve ott is van egy ilyen rövid bemutató videó, hogyha azt szeretnétek esetleg megnézni, ami nem pofázok hülyeségeket.
Na de miért tetszik ennyire? Nagyon könnyű irányítani. Ez az első roller, aminek ilyen széles kormánya van. Olyan, mintha egy BMX-ről vagy valami fasz a mountain bike-ról levették volna a kormányt, és egy az egyben rárakták volna ide a rollerre. Hátul nagyon királyul meg tudom támasztani a lábamat ezen a kis csücskén, a farkán a roller aljának. Ugye korábban itt lehetett fékezni a régebbi rollerekkel, ez a funkciója már megszűnt, és a teljes testsúlyomat rá tudom nyomni. Le tudom nyomni a kereket a földre, ugye hátsó kerék meghajtása a roller. Iszonyat jól lehet vele kanyarodni. Nagyon fürge, nagyon mozgékony, és tényleg szerintem ez az eddigi legfürgébb és legmozgékonyabb roller, ami nálam volt. Hiába volt az előző papíron gyorsabb 5 km/h, sokkal jobban érzem ezen a rolleren a gyorsulást meg a végsebességet. Nagyon jó rajta a fékerő, úgyhogy igazából tényleg teljesen őszintén mondom, hogy aki megengedheti magának, hogy ilyen közel 800 euróért, közel 300 ezer forintért vegyen magának egy rollert, ez az, amit érdemes megvenni. Bitang jó. És most is már 46-on vagyok. Fékezünk, elkapar a hátsó kerék, és megálltunk. Kitámasztó. Úgyhogy gyerekek, úgy érzem, mindent elmondtam róla. Iszonyat jó. Nagyon király vele menni. Erre nem tudok mondani negatívumot. 25 kiló könnyebb, mint az előző. Könnyebben fel tudtam vinni lakásba, lehozni, betenni a kocsiba. Kicsit olyan érzésem van, mintha a Kukiring E2 Max lenne a korábbi verzió. Ez meg egy újabb. De nem így van, mert ez a régebbi. És még mindig lehet kapni. Nem tudom, meddig lesz ez így, hogy a régebbi modellt meg lehet még venni. Akinek megtetszett, tele vagytok linkkel, van kuponkód, 50 eurós kuponkód, úgyhogy hozzá tudtok jutni 283 ezer forintért ehhez az iszonyat jó rollerhez. Nézzük még meg az offroadozást, aztán kicsit összegzünk még itt a végén. Srácok, ez lett volna az offroad. Kerekek alkalmasak rá, felfüggesztés alkalmas rá, van elég ereje, van elég hatótáv, el lehet menni vele hülyeskedni. Annyi, hogy most nem a Marson próbáltuk ki, hanem az erdőben, de én úgy gondolom, hogy valóban alkalmas offroadozásra ez a roller. Város, offroad, nagy hatótáv, nagy végsebesség, könnyebb, mint az előző, és nagyon jó áron kínálja a Kukirin. Úgyhogy srácok, mindenhol link. Tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot. Ha még nem tettétek volna, iratkozzatok fel, írjátok le véleményeteket kommentben, kövessetek be Instagramon, csekkoljátok a rollert, én HH voltam, sziasztok! Hollywood.